Sziasztok, én Ismán vagyok, és ebben a videóban meg fogjuk lepni Alexet 25. születésnapjára egy olyan ajándékkal, amire szerintem mindig is vágyott gyerekkorában, és talán még most is, de sose tudta, hogy létezik. Ahogyan én sem, egy hónappal az előtti. De minden erőmmel azon voltam, hogy ezt beszerezzem, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit is fog reagálni arra, amikor átadom neki ezt az ajándékot. Dolgoztassuk meg az ajándékáért. Boldog születésnapot kívánok! Boldog születésnapot kívánok! Kösz. Mert ebben a videóban ellenem fogsz versenyezni 8 feladatban. Ezért költött éve. Így van. Ugye van 8 feladatom a számodra, és te ki fogod választani, hogy melyiket szeretnéd. Ez mi a... legyen ez a görög isten. Olvasd is el. Kibírja tovább hideg vízben. Miféle hideg vízben? Hol látszott a hideg belülő? Teleportáltunk egyet. Menjél bele, nem mindezik. Én megyek bele? Neked volt nagy a szád. Szabály, nyakig bele kell menni. Menjél bele? Nagy a szád? Kapd be. Oké. Csak egy medve. De jó érzés. Tényleg mit volt volna menni? Csáva, ezt már elvesztette. Akkor én kiszállom. Nem is tömeg volt. Be akarsz jönni? Hogy voltál te ebbe 7 percet? Jó isten! Gyenge vagy. Mi az isten? Vidd innen a kamerát! Láttátok az arcomat? Ezek a mosolyok pénzt érnek. Vidd innen! Ezt edzésnék. 7 percet voltál benne? Aha. Én unok annyit lenni. Erre kicsikét megmozítom. Nem! Rodja, kettész, ezt edzés nélkül nem lehet csinálni. Milyen érzés 20 van? Nem nagy a tét, tudod? 7 percet voltál benne, lehet kivírnám, de az unok. Ja, jó kifogás, sose rossz. Na, menjünk a következőre. Ez hol készült egyáltalán? Istenem, legyen ez. Mi ez? Erő. Fordítsd át a traktorkereket. Mivel amúgy is reggel van, és amúgy is edzni készülünk. Ez itt a Hogyan rontsd el a hátad tutorial 2.0. Azt fog nyerni, aki többször átfordítsa. Tehát így is, úgy is én. Wow! Ez egy. Volt szokott kamputyé. Ez a fele nehezebb volt. Hát ez így mehet, mint a végtelenség. Az jó csillagokat látod? Nem vagyok rosszul, de így csillagok vannak az égben. Már. Hát mert miért fogtad magadhoz? Pofot kérsz. Na még 3-at. Meg ezután tényleg csillagokat lehet látni. Nem, erre is kirögni. Még a kutya is kirögött. Nézd meg, hogy rög. Wow. De csak azért rögök, mert jár a zár. Egyezünk ki egy egálba, és ezt rendezzük le egy kőpapírolóban. Miért egyezzek ki egálba? Tessék, egyel több! Na, legyen ez a... Ezt nem is tudom, hol készül. Az a vízpofájú. Célba dobás. Mit kell célba dobni? Kavicsot a fejedre? Hoztam vízes lufikat, és szépen ezt a pafikát célba fogjuk dobni az én másik képemben. Minden egyes nyert feladat egy pontszámhoz vezet, minden egyes pontszám egy puzzle darab. A puzzle-ok amúgy elvezetnek a nyereményhez. És hogyha a legvégén kiraktad, akkor meg tudod, mi a nyereményed. Értem. Na, mi van benne? Valami sarok, egy képnek a sarka, wow. Így van. Kapán felpán, pofádba víz, locs. Így van, a pofádba víz, locs, vagy a te pofádba víz, locs. Az a célzás, ember, az a célzás. Amúgy nem volt szar, csak amúgy szar volt. Te fejed az nem ér, az lenne vicces. Ez meg. Most komán erre egy lufit? Olyan puhány vagy nem lyukott. Áldott mákod vagy, nem lyukott ki. Cseppáló. Ez béna volt, 3 dobásod már repült. A szám, de csak azért, mert tudom, hogy olimpiai dobómester voltam. Minden, amit csináltak az életben, az első, az csak belegítés. Jó, ne szálljak. Nem tudom, ma úgy kell tépel, mintha... olimpiai dobómester. Ilyenkor mi van? Mindenket a faszok vagyunk, improvizálunk. Ez most mi akart lenni? Ez nem talált, most te jössz. Megadod? Na, gratulálok! Nem vagy olyan bullfasz, mint én. Tessék, itt van a következő puzzle darabokát. De mi ez? Az egy nagyobb puzzle darab. Én értem összélig, de egyelőre nincs rajta semmi, csak egy fehér homály. Ez a nem mi? Tudom milyen kép és hol készült, ez egy nagyon szar. Négy lufi, mi az, hogy ügyesség, 4 lufi? És ez mi az a pálca? Birkózunk egyet. Akinek a lufiai pedig hamarabb kidurranak, az vesz itt. Mikor találtad ki ezeket a hülye feladatokat? Nem. Van 4 hülyén álló lufi rajtad. Igen. Van rajtam is 4 hülyén álló lufi. Kikeljük aztán a mindent. A másikét. Igen. Ennyi. Így van. Jó van. Akkor tökön rúghatlak, vagy mi? Jó, hát neked kiszólt valami. Olyan... Ne... Olyan, mint egy csótány, úgy mondom. Jobban állok még. Van 2 láb, jó. Ezek te vagy.
Olyan nehéz testű az meg. Mi van, Csoró? Yeah! Ez a legnagyobb puzzle drop. Ez így néz ki. Legyen ez, mert ennek a hószámozásnak van itt egy kör a pályán. Édes Isten. Én beteg vagyok, nem ezért. Te beteg vagy agyilag, nem azért. Ma edzünk. És ki nyeri, nem értem. Ki nyeri? Kibírjuk mind a ketten egy kört. De verseny. Szevasz. Mi van? Na gó, sprintelni nem fogok, nem vagyok hülye, hogy a torkolat jobban megbízom. Hát én csak annyit fogok sprintelni, hogy lehagyjalak a p***ába. Na jó, na 3-2-1 csök, mert menj a dolgodra. Jó, hát az easy win. Olimpiai dobómester. Kikerüljük azt a cuccot, nem úgy tiszta lacsak. Remélem hozzászoksz a látmányhoz. Ez a segg, amit látni fogsz egész végig. Mennyi? Eltelik egy perc, úgy fogsz szuszogni, mint egy lánc dohányok. Easy win, öcsi. Mi volt az ember? Elég is volt számol. Puncs vagy ember? Neked elmentek otthonról. Ez azt jelenti, hogy én nyertem. Easy win. Alex egy szart. 5. pont, a zsebembe megy. Itt van az 5. puzzle. Most wow. Már kezd kialakulni. Igen, ez gentleman. Jó, mit izélsz annyi? Gyújtüzet időre. Tűz. Mint az ősemberek, addig kesúroljam a deszkát, amíg fel nem lángol. Lényegében annyiból áll, hogy tüzet kell gyújtsa. Kár, hogy YouTube-on a szarszagot nem érzik a nézők. Na, azt mondja, hogy az idő az elindul. Keresned kéne valami tűzrakóhely. Nem elé, nem olyan száraz, de hát ha lesz láng. Hát, hogyha ez felgyúl, akkor eléggé vesztésszag van. A városon nőttél fel? Azt hittem, hogy te primitív Alex vagy, tudsz tüzet gyújtani. Neked nagy a szád, azt tudjuk. It is what it is. Hogy ez? Milyen kova követ van neked? Na jó, mennyi az idő? Gyújts be 5 perc alatt, ha nem tudod, akkor én nyertem. Mi? De miért nyertél te, hogyha én sem tudom? Azért, mert nagy a szád. Feszély hangosan. A tűzgyújtás első szabálya, és a legszárazabb ágakat kell összeszedni. Ember, nem jártál már a falon? Hát mennyit nyásasztunk? A különbség a te anyagod és az én anyagom között, hogy az egyik begyúl. A tiéd felsül, az anyém pedig begyúl. Ugye? Yeah. Ilyenkor miért nem feleselsz? Ilyenkor koncentrálok. Olimpiai tűzgyújtót láthatunk. Ha nem tudod bejutani, nem vágsz ki semmit. Filmekben ez könnyebben megy. Nagy falusi vagy. Azért nem megy könnyen, mert vizes minden, érted? Nézd meg a térdet, szerinted száraz a térded? Nem tudtad 5 perc alatt begyújtani. Szépen vágd csak vissza, amiket mondtál ott. Nem jártál már a falon? Szépen lassítva, jó. Különbség az, hogy a tiéd felsül, az enyém pedig begyújt. Azért nem sikerül, mert még nem iratkoztatok fel. Több mint még 60% a nézőknek még nincs feliratkozva. Ez tényleg gaz. A félig megérdemelt pontszám. Ha nem járna a szád, akkor elismerem, hogy félig megérdemelt, de... Na, ezen már valami látszik végre. Micsoda az? Két feladat maradt. Ez a Mohamed. De mi ez a lufis? Esküszöm. Valami lufi fétised van? Aki hamarabb felfúj 3 lufit, az nyert. 3, 2, 1. Rettenetesen nagy kell. Hát amúgy kell ide az időmunka. Mert végül is felfújtam, csak kiropott. Ha persze, van egy kis. Vírja a tüdőm, de esküszöm pályára a torkom. Nem számít. A fitújkát, hol a lufi? Kit érdekel? Még van egy lufi? Van meg. Ez milyen? Ilyen idiótaságokkal töltsem az időt. Azt hiszem akkor ez easy win, mert Alex feladta, és nyertem a következő puzzle-t. 7. pontszám, ami engem illet, az már mutat valamit. Az utolsó feladatunk... Az egy kép 2018-ban. Föld. Meditálj. Mi az, hogy meditálj? Ki tud nyerni meditálásban? Ezt te akarsz tenni? A kettőnk közül te vagy a türelmetlenebb, az fix. Az nem igaz. Dehogy is. Tudom, hogy te türelmetlen leszel, ezért nem te fogsz nyerni. Ez a feladat. És ki nyer? Az, aki nem áll fel. Jézus, én fogok felállni, mert neked nincs, nem kell, te hazamenj még. Hát ez chill. Na, István nyert. Mi van? Nincs mit ekkorak a fűbe alatt semmiért. Te ekkora egy vagy. Tudtam én előre, hogy nyerni fogok, mert türelmetlen vagy. Élvezd az életed minden egyes pillanatát! Hát nagyon élvezem ott ülni a fűbe. Annak is megvan az élvezete. A 8. puzzle azt hiszem a leginkább megnyilvánuló. Itt van ugye a legelső pontszám, amit én nyertem, ugye? Persze, hogy én nyertem, hát aztán. Ezt most szépen feltépjük, és kivesszük belőle a hiányzó darabot.
fehérre színre. Igen, és ki kéne találjam, mi ez? Segítek. Ez egy Lego. Ez mi, az Avatar Lego? Aki látta az Avatart, az tudja, hogy mi az. És tudom, hogy te nagy Avatar fan vagy. Igen. Ezért azt kell mondjam, hogy gratulálok! Add csak ide! Add csak ide! Add ide, vagy ha nem, kitöröm a kezed. Ha te nyersz, ha én nyerek, tök mindegy, mert az ajándék így is úgy is ugyanaz. És így is úgy is neked jár. Kaptál egy misztery csomagot. What? Mi ez egy zsák Lego? Az azt igen. De azt tényleg ott mondom, hogy... Zsák Lego. Amit tudott a puzzle, az igazából ez. Custom build. És ezért felbéreltem valakit Németországból és valahonnan, hogy rakják össze neked. Mindig egy kérdésem van a kettő. Miért kell összemocskolni, hogy ilyen ajándékot kapjak? Azért, hogy ne ingyen kapd. Szenvedj meg az ajándékért. Köszönöm szépen. Szerintem egy ilyen ajándékot mindig is megérdem ezt. Az a kérdés, mennyire tetszik? Luffy fétised van. Nem talált. De a 10/9 simán egy ilyen ajándék. Azért, mert szeretem az Avatart. Akkor az... még mindig imádod az Avatart. Miért ne? Hát szeretem. Megértek, köszönjük szépen, iratkozzatok fel egy következő videóban. Találkozunk. Na, csá! Boldog születésnapot kívánok! Hát a bordámat be akarod törni?